Áldás békességet! Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket! Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második leveléből, a hatodik rész második versét. Mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Ebben a világban sok kellemetlenséget kell átélnünk, ez a bűn következménye. Minden jó azonban Isten adománya. Minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fénynek és árnyéknak váltakozása. Éppen ezért lehet a hívő ember üdvösség tapasztalata, hogy a nyomorúságokat mindig a kiút reménységével élhetjük meg, azzal a bizonyossággal, hogy életünk az üdvösség kiteljesedése felé halad, a kellemes idő felé. Ami most még nem teljes, az ott lesz teljessé. Ami most még zavaros vagy zavart szenvedett, az ott zavartalanná lesz. Merjük ezt a kellemes időt felvállalni. A mai világban sokszor gyanús, ami kellemes, mert valami bűnt sejtünk mögötte. Pedig az érett hitű keresztény szereti a jót, a szépet, a kellemest, mindazt az örömöt, amit Istentől kap, és ez számára üdvösséges tapasztalat. Ahogy Pál írja, tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is. Merjünk bővölködni lelkiismeret furdalás nélkül. Szabaduljunk fel görcseinkből Krisztus kegyelme által. Merjük zavartalanul élvezni Isten jelenlétét. Így lehet már itt a földön üdvösség tapasztalatunk. A morcos keresztjén soha nem lehet hiteles. Sokan gondolják, hogy az ideális keresztény mindig komoly, szigorú, a felismert igazság méltóságával forgolódó ember. Keresztény gyülekezetekben annyi mély, értékes, Istennek átadott életű emberrel találkozhatunk, akik ugyanakkor kifejezetten kellemetlen emberek, nem jó érzés a közelükben lenni. Mi ne legyünk ilyenek. Ha mások kellemesnek érzik a velünk való találkozást, akkor Istentől való küldetésünket teljesítettük ebben a világban. Így tudjuk vonzóvá tenni a kereszténységet. Jó benyomást tenni a másikra hitelesen, áthatni a kegyelem kellemességével emberi kapcsolatainkat, mindannyiunk fontos felelőssége és lehetősége. Amen.